Megnyitott a kapuit a negyedik Les Fest Kisvárdán. Az első nap többek között Majka, a Beavers és a Kár pedig nem várta a fesztiválra érkezőket, de 6 színpadra számtalan fellépőt meghívtak a fesztivál szervezői, akik 4 évvel ezelőtt nem is gondolták, hogy ilyen jelentős programmá növi ki magát a Les Fest. Úgy volt, hogy egy egész pici bulit akartunk csinálni, csak egy kicsit nagyon felfúvódott. Volt 2 ilyen sztori, de nem gondolkodtunk rá, hogy csak kisebb zenekarok, még a Strand volt az akkori elképzelt hely, és úgy jöttek az ötletek, hogy ezt is kellene, azt is kellene, lehet, hogy megtalálnánk ilyen szponzort, olyan szponzort, és abból arra emlékszem leginkább, amikor kinyitottunk, az péntek-szombaton volt, és elkezdődött egy Anna and the Barbies koncert. Néztük, hogy áramlik befelé a tömeg, de valamilyen kegyetlen mennyiségben. Ekkora bulit csináltunk, hogy? A 3 napos fesztiválra összesen több mint 110 fellépő érkezik, a legnevesebb hazai előadókon keresztül a kisebb helyi zenekarokig. A fesztiválozók többek között a Kis Csillagot, a Tankcsapdát és Ákost is láthatják a Les Fest színpadján. Nekem az volt a fontos idén, ami nagyon fontos volt, hogy rakjunk fel egy olyan körítést, egy olyan fesztiváldíszletet, amit jövőre tovább tudunk fejleszteni, és jól néz ki tőle a fesztivál. Ha megnézitek a Technószigetet, vagy megnézitek éppen majd a Hell Dance Arenát, mind a kettő fel van öltöztetve, elkezdtünk díszleteket felrakni, és szerintem ez nagyon sokat javít a bulin. Nagyon sokat javít egy jó DJ, de nagyon sokat javít, hogyha jól néz ki körülötte a környezet. Úgyhogy most idén inkább erre gyúrtunk. Az idei 4. Les Festre a fesztivál szervezői mintegy 30 000 vendéget várnak.